Farkas István, a Banyhádi Völgységi Múzeum igazgatója elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is új programokkal készültek. Most az egyik fő attrakciónk az a Néprajzi Múzeum vándorkiállítása, ami a Tűzoltó Múzeumban tekinthető meg. Ma lesz ennek egy ünnepélyes megnyitója. Maga a kiállítás az augusztus végéig, egész pontosan augusztus 30-áig péntekig tekinthető meg. Illetve lesznek táncos, zenés programok, lángos, gyerekjátékok, egy életnagyságú jurtát építettünk, ahogy itt a hátam mögött látszik. Tárlatvezetéseket tartunk, hát egyszerre találkozik a kultúra a népszerű programokkal. Igyekszünk mindenkit megszólítani, igyekszünk mindenkinek egy nehezen felejthető élményt adni, a szép emléket a mai nappal. Tavaly egy nagyon jó évet zártunk, tavaly több mint 400-an voltunk a mintegy fél délutára kiterjedő programunkon. Ez szerintem egy nagyon jó indikátor. Évről évre egyre, mindig egy kicsivel többen vagyunk, egy kicsit több ember sikerül megszólítani, egy kicsit többen jönnek el megnézni, hogy hát akkor mi is ez a sokféle program, amit itt csinálunk. Ugye az elmúlt években ugye teljesség igénye nélkül volt VR sátor, volt mindenféle tűzoltóhoz kapcsolódó program, füstsátorok voltak, ki lehetett próbálni hagyományőrző fegyvereket, voltak hagyományőrzők is, nemzetőrség, ősmagyarokhoz kapcsolódó voltak előadások, volt egy időszaki kiállításunk is, igyekszünk mindig valami újat csinálni. Ugye az, hogy csinálunk egy ilyen kimagasló programot, egy országos programsorozathoz csatlakozunk, ezzel felhívjuk egy kicsit a figyelmet a múzeumra, minden évben egy kicsit több diákcsoport keres föl minket, a látogatószámunk az szerény, de folyamatosan nő, tehát én azt hiszem, hogy igen, ez mindenképp az egyik olyan faktor, ami miatt egyre többen keresnek föl minket. Tömény Krisztina elárulta, miért tartja fontosnak a múzeumok látogatását. Nagyon sokat tanulhatunk, a gyerekek is, a fiam, kulturálisan nagyon sokat adnak. Én jól érzem magam nagyon a múzeumokban. Milyen gyakran mennek múzeumokba? Hát milyen gyakran szoktam? Hát úgy... Három havonta. Milyen múzeumokba járnak? Bármilyenbe, igaziból. Természettudományi múzeumba is szoktunk, Néprajzi múzeumba. Már voltunk Busson múzeumba is. Budapestre is felmentünk, mindenfelé. Minden évben jövünk, minden évben, és az unokánk föl fog lépni, táncolni fog. Azért is, legfőképpen. Meg érdekel minden. Megemlékezünk a Szent Iván éjszakájáról, és ilyenkor aztán van a tűzugrás, aztán át kell ugrani, vagy átlépni, kedni a tüzeken. És hát az, hogy bemeltünk a múzeumba, és végignézhetjük a tárlatot. Én is hoztam ide dolgokat. Úgyhogy... Mit ajánlott fel? Én megszűnt egy cégünk, és annak a tablóját hoztam el. A Tűzoltó Múzeum is megnyitotta kapuját, hiszen egy vándorkiállítás várt az érdeklődőket, amelyet a Néprajzi Múzeum munkatársai mutattak be.